Jó estét kívánok, Önök a napi aktuális látják. Nem hárítja el Kövér László, hogy Schmidt Pál mintájára házelnökből államfővé válna, de hangsúlyozza, van nála alkalmasabb személy a feladatra. Mai adásunkban plágiumügyről, államfőjelölésről, az elődjét és az őt ért támadásokról, valamint az ország jövőjéről is kérdezem Kövér Lászlót, aki Schmidt Pál lemondása óta látja el az elnöki feladatokat. Egy hónapok óta tartó történetnek lett vége hétfőn a parlamentben. Elnöki munkámat az alaptörvény rendelkezései szerint a legjobb tudásommal, alázattal végeztem. Isten akarata és az Önök bizalma nagy feladat elé állított, amelynek maradéktalanul eleget tettem. Magyarország alaptörvénye szerint, amelyet magam láttam el kézjegyemmel, az államfő kifejezi a nemzet egységét. Ezen rendelkezés számomra azt jelenti, hogy ebben a helyzetben, amikor személyes ügyem a szeretett nemzetemet inkább megosztja, mint sem egységesíti, kötelességemnek érzem, hogy szolgálatomat befejezzem, elnöki mandátumról lemondjak. Az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig feladat és hatásköreit a házelnök Kövér László gyakorolja. Az államfői posztra új jelöltet a képviselők ötöde állíthat, írásos ajánlással. A Fidesz alapszabálya szerint az államfő személyére a pártelnök tesz javaslatot. A jelenleg érvényes szabályok szerint a választás kétfordulós. A napi aktuális vendége Kövér László, a köztársasági elnöket helyettesítő országgyűlés elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No hát, ön 2010 nyarán Orbán Viktorral szemben érvelt, amikor is Schmidt Pál jelöltségéről volt szó. Ön akkor, ha fogalmazhatunk így, nem Schmidt Pált javasolta volna, nem ő tartotta erre a posztra érdemesnek. Már most a lapok, különösen a baloldali média azt mondja, hogy na hát akkor ő most joggal érvelhet azzal, hogy én akkor bizony megmondtam. Fog ezzel érvelni, vagy erről szó sincs? Nem volt és nem lesz ilyesmiről szó. Nem arról volt szó akkor sem, hogy én nem tartottam volna Schmidt Pált érdemesnek arra, hogy erre a pozícióra jelöljék, hanem úgy gondoltam, és azóta ezt nem változtatta meg, ezt a véleményemet, és nem azért, mert sokak szerint úgy van, mintha az élet engem igazolt volna, hogy politikai szempontból lett volna alkalmasabb jelölt. Én emellett érveltem, és nem Schmidt Pál ellen, vagy vele szemben, annál is inkább, mert őt akkor is, azt megelőzően is, meg azóta is kedvelem és szeretem. Mi több, most még egy kicsit talán jobban, mint azt megelőzően, mert azt gondolom, hogy embert próbáló volt az, amin keresztül ment az elmúlt hetekben, hónapokban, és tisztességesen, hogy életében is, korábban az előéletében tisztességesen versenyzett, most is tisztességesen vonta le a konzekvenciákat, és ahogy a bejátszott mondandójából is kihallatszott, nem a személyes érdekét, a személyes igazságát tartotta előrébb valónak, hanem azt, hogy abban a pozícióban, meg abban a helyzetben, amiben került, tud-e segíteni, vagy azzal segít éppen, hogy lemond. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek köszönetet kell mondani, a különösen a polgári oldalon, mindazért, amit Schmidt Pál sportolóként, nemzetközi porondon is Magyarországnak hírnevet szerző sportvezetőként, vagy éppen az elmúlt két esztendőben köztársasági elnökként tett. És kinek tett jót az, hogy ő lemondott? A kormánypárti jobboldalnak, vagy magának Schmidt Pártnak? Hát szerintem neki is, de hát azt nem hiszem, hogy nekem kéne boncolgatnom, hogy ő most megkönnyebbült-e, vagy azóta sem enyhültek a lelki fájdalmai. Ő ezt elmondta, hogy tovább fog küzdeni az igazáért, és én biztos is vagyok benne, hogy jogi értelemben, ha van igazságszolgáltatás Magyarországon, akkor neki igazat fognak adni, de az majd egy későbbi pillanatban fog kiderülni, ismerve a magyar igazságszolgáltatás gyorsaságát, idézőjelbe téve, ez nem a következő héten lesz. De abban biztos vagyok, hogy nem csupán a polgári oldalnak, nem csupán a Fidesz-KDNP pártszövetségnek tett jót ezzel, hanem abban az értelemben az egész országnak, hogy egy méltatlan az ország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásoló vita immáron zárójelbe kerülhetett. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy innentől kezdve ő nem lesz az ellenzéknek a céltáblája. Azonban kérdés az, ugye ön is említette, hogy ez nem tegnap kezdődött, már elég régóta gyűrűzött, hogy egyáltalán kinek az érdekében állt az, hogy ez a plágium botrány kirobbanjon? És pont Schmidt vállalhatja. Először is én szeretnék pontosítani, mert sajnos
a nem baliberális média is átveszi néha a baliberális média manipulatív szóhasználatát, tehát szó sincsen az én megítélésem szerint plágium ügyről. Tehát a plágium az más jelent, az egy viszonylag körüljárható és pontosan definiálható jogi kategória. Itt szerintem még normasértésről sem nagyon beszélhetünk, de hadd ne bocsátkozom én éppen vitába azokkal, akik ezt másképpen látták. Azoknak állt ez az egész érdekében, akik úgy gondolták, hogy egy ember becsülete sem elég nagy ár ahhoz, hogy megpróbáljanak sebet ejteni a valódi politikai ellenfeleiken. Itt nem, Schmidt Pál volt az igazi ellenfél, hiszen a köztársasági elnöki hatáskörök meglehetősen szűkek, a köztársasági elnök politikai súlya az nem akkora Magyarországon a magyar alkotmányos berendezkedésben, hogy ezért érdemes lenne minden eszközt igénybe venni. A valódi céltábla az Orbán Viktor mellérele illesztetett, tehát oda rajzolták, illetve rajta keresztül a jelenlegi kormány gyengítésében, megbuktatásában voltak azok érdekeltek, akik most éppen ebben a pillanatban Schmidt Pált használták erre meglehetősen dicsitelen módon eszközül. Más pillanatban meg mást használtak eszközül, legyen szó az ország gazdasági pénzügyi stabilitásáról, vagy erkölcsi politikai megítéléséről a nemzetközi porondon. Tehát nem hiszem, hogy ezzel megváltozna a helyzet, és valamiféle nyugvópont érkezne el. Igen, lehet, hogy a köztársasági elnök pozícióját illetően most egy darabig nyugtunk lesz, mert majd nyilván keresgélni kell a leendő, ma még nem ismert új elnöknek a gyengét, és nyilvánvalóan bele is bele kell harapni. Majd föl fognak ágaskodni, hogy a leendő elnöknek a lábikráját megharaphassák, de majd kerestek más területet, ahogy eddig de is. De hát, hogy azt mondhatjuk, ahogy ön is említette, hogy teljesen mindegy szinte már, hogy milyen terület, csak meglegyen az a bizonyos rúgás. Mégis ezek után az elmúlt hét eseményei után milyen következtetést vonhatunk le? Mi a plágium ügynek, vagy ahogy ön fogalmazott, hogy nem is plágium ügy, hanem egyszerűen csak botránynak a tanulsága? Hát igazi tanulsága nincs. Már úgy értem, hogy próbáltam beleképzelni magam Schmidt Pál helyébe jó néhányszor az elmúlt időszakban, és próbáltam végig gondolni, hogy vajon lehetett-e számítani ilyen típusú támadásokra az ő részéről. Úgy értem, hogy az ő szempontjából lehetett-e számítani ilyen támadásra. Hát nem, hogy én nem gondoltam erre, szerintem elég hihető az az állításom, hogy ő sem nagyon gondoltott arra, hogy egy 20 évvel ezelőtti kis doktori, amit egyébként az akkori felsőoktatási intézményrendszer elfogadott, noha egyébként módjában állt volna olyan kritikát megfogalmazni ezzel a dolgozattal szemben, hogy ez még nem üti meg azt a mércét, még dolgozni kell rajta, hogy egyáltalán ezért doktori címet adhassanak. Tehát nem hiszem, hogy ezt reálisan el lehetett volna várni, akár így visszamenőleg, hogy neki ezt aként kellett volna számon tartania, ami később az ő elnöki hitelességét aláásassa. Tehát ez nem tanulság. Azt a tanulságot sem most vontuk le, hogy azok részéről, akik velünk szemben állnak, nem érdemes szemelni jó indulatra, vagy tisztességes elbánásra számítani. Ez elég régi keletű felismerés a részünkről. Hát ami engem kicsit zavar ebben a történetben, hogy a magukat a jobb oldalra soroló erkölcsi ítéletet kimondók között is sokan vannak, akik én azt gondolom, hogy másképp is eljárhattak volna ebben a történetben. Differenciáltabb véleményt is alkothattak volna, mind tudományos problémát elemezgetve, mind pedig morális problémát elemezgetve, és mégsem így jártak el. De ezt is nem az ő rovásukra mondom, tehát nem kritikaként fogalmazom ezt meg, mert eszembe sincsen újabb és újabb frontokat nyitni belül, de azért ezt a tanulságot le kell vonnunk a magunk számára, hogy vannak azért a jobboldali táborban olyanok, akiknek vannak saját szempontjaik, nem feltétlenül, talán helyesen egyébként rendelik alá a saját szempontjaikat a szélesebb közösség
érdekeinek vagy szempontjainak. Azonban most ugye újabb kapuk nyílhatnak, újabb viták kezdődhetnek. Lázár János ugye az eset után szorgalmazta a korábbi diplomáknak, a rendszerváltás előtti diplomáknak ugye a felülvizsgálatát, és itt már rögtön egy újabb szembenállás kezdődött. Ugye Pálinkás József azt mondta a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztján, hogy erre semmi szükség nincsen, sem ok, sem kapacitás nincsen erre. Viszont érdekes módon Vízien Szilveszter, a korábbi elnök pedig azt mondta, hogy ő így utólag visszagondolva már sajnálja, hogy annak idején a tudományos élet bizonyos személyeit olyan könnyen doktori címekhez vagy tudományos fokozathoz juttatta. Mire számít ezzel kapcsolatban a jövőben? Hát mindenek előtt Pálinkás elnök úrnak a megnyilatkozásához annyit tennék hozzá, hogy természetesen az ő véleményét is, úgyis mint volt fideszes kormánytag véleményét, úgyis mint az akadémiai már a másodszor megválasztott elnökének a véleményét nagyon komolyan veszem, és az ő szintén életútja meg személyisége tiszteletre méltó, tehát ekként kell viszonyulni a véleményéhez is. Mégis azt gondolom, hogy ez egy vélemény, és neki is, mint minden magyar állampolgárnak, függetlenül attól, hogy milyen pozíciót tölt be, a fönnálló jogrenddel szemben egyetlen magatartás fogadható el, hogy alkalmazkodik ahhoz. Tehát, hogyha a Magyar Országgyűlés képviselői úgy döntenek, hogy szerintük szemben Pálinkás elnök úr véleményével szükséges, hogy a tudomány berkeiben is végrehajtsuk végre 21-22 éves késéssel a rendszerváltozást, talán Vízien Szilveszter erre utalhatott, akkor ezt az akadémiának és az akadémia elnökének is tudomásul kell venni, és akkor majd legfeljebb akkor elmondhatja a véleményét, hogy milyen apparátust kell emellé a felülvizsgálat mellé a törvényhozásnak, a kormányzatnak rendelni, hogy ezt meg is lehessen csinálni. És ő mit gondol, most a baloldal nem lehet, hogy már rögtön félni kezdett? Ugye azt hallhattuk az elmúlt napokban, konkrétan tegnap, hogy Orbán Viktor diploma dolgozata nyilvános, bárki megtekintheti, de érdekes módon Gyurcsány Ferencét nem találják. Igen, tehát úgy látszik, hogy azért nem mindenki gondolja végig azt, hogy ha elkezd valamit, akkor annak milyen lehetséges következményei vannak. Tehát valaki jó ötletnek tartotta előbányászni Schmidt Pál dolgozatát, de nem gondolta végig, hogy hát innentől kezdve akkor tulajdonképpen bármely közszereplő, bármely tudományos fokozatra jogosító dolgozatát elő lehet, sőt elő is kell venni annak érdekében, hogy egyenlő mércével mérjünk, vagy hát akkor ne élvezzen senki se e tekintetben mentességet. De én igazándiból nem ezt tartom a fontosnak, nem nagyon szeretném, hogyha ez lenne a következménye ennek az ügynek, hogy most akkor Gyurcsány Ferenc dolgozatát elemezgetik, vagy bárki másét. Hát Gyurcsány Ferenc dolgozata, ráadásul ha jól tudom, hogy miről beszélünk, akkor az egy egyszerű egyetemi szakdolgozat, tehát még csak a doktori címet sem von maga után. Azért erre a szintre nem biztos, hogy le kéne vinni a közéleti csatározásokat. Az egy más kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc szemben, ha valaki úgy gondolja, hogy ezt meg kell vizsgálni, akkor erre legyen joga. Amiről én beszéltem, vagy amit én gondolok, és amit talán Lázár János is hasonlóképpen gondol, az általában véve a tudomány területén véghez vitt rendszerváltozás hiánya, 22 év óta ordító hiánya. Ma egyre gyakrabban esik újra szó arról, hogy még nem vartuk el az ügynökügyeket, a múlttal való szembenézés meg így sem, meg ott sem, meg amott sem történt meg. Nem történt rendszerváltozás 22 év alatt az igazságszolgáltatásban. Hál' Istennek azért a biológia törvényei alapján azok az emberek jelentős részben már nyugdíjban vannak, akik akkor ügyészként, bíróként kiszolgálói voltak az előző rendszernek. A kutya nem ugatta meg őket 1990-ben, sajnos teszem hozzá, ami közös szégyenünk, de ugyanez történt az akadémiai világban is. Viszont, hogyha már az akadémiai világot említjük, illetve a csatározásokat említette az imént, már most megkezdődtek az ön személye körüli csatározások. Értem ez alatt azt, hogy már ugye most azt pedzegetik, hogy ön vajon marad-e a posztján, vagy sem marad? Hát ezt még nem tekintem csatározásnak, hogy találgatják, hogy megyek vagy maradok. Én világosan elmondtam azt, hogy mit gondolok erről korábban is, meg most is. Én nem az a fajta vagyok, aki elugrik a felelősségvállalás elől, hogyha egyébként az a kollektív bölcselet, hogy valamilyen pozícióra abban a pillanatban én vagyok a legalkalmasabb személy, de mindig megengedem magamnak azt is, hogy ebbe a kollektív okoskodásba magam véleményét elmondjam, és én korábban is, most is azt gondolom, hogy az én esetleges jelölésemnél van jobb
javaslat is. De van hozzám joga... képest van alkalmasabb személy, potenciális személy is erre a pozícióra. Uram, bocsá, több is, nem csak egy. És ebbe a van jobba ön szerint beletartoznak az eddigi jelöltek? Ugye azt hallhattuk az MSZP részéről, érdekes módon annak idején nem fogadták el, most Sólyom László nevét emlegetik, ugye szóba került már Vizien Szilveszter jelölése, és a Jobbik ugye most Morvai Krisztinát, illetve Fűr Lajos nevét emlegeti, de a Demokratikus Koalíció részéről már Iványi Gábor lelkész neve is felmerült. Ön szerint ők alkalmasak vagy alkalmasabbak lennének? Hadd ne menjek egyenként végig a neveken, mert senkit nem szeretnék megbántani, vagy abba a kellemetlen helyzetbe hozni, hogy innentől kezdve akkor potenciális fideszes pártkatonaként bélyegezzék meg az ellenzék oldaláról. Nem mindenki tartok természetesen ebben a névsorban, különböző okokból kifolyólag egyébként alkalmasnak, ami nem jelenti azt, hogy az ő jellemükről, személyiségükről nekem összességében negatív véleményem lenne, csak azért a köztársasági elnöki pozíció mégiscsak egy közéleti politikai közjogi funkció, aminek a betöltésére azért bizonyos speciális kritériumok teszik, jelenvonások teszik alkalmassá az embert. És Áder János erre alkalmas lenne? Az én meggyőződésem szerint igen. Tehát ha szabad ennyire indiszkrét lennem, az én jelöltem ő, de ez természetesen mind a többiek szempontjából csak egy vélemény, mind pedig eszem ágában sincsen barátom és nagyon régi harcostársam helyében eldönteni azt, hogy az ő életében figyelembe véve a családját is, családi körülményeit, meg egyéb olyan szempontokat, amik nyilvánvalóan az ő magánéleti kérdései körébe tartoznak, hogy ő ezt hogyan értékeli, hogyan mérlegeli. Előkerült a neve, ezért mertem erre egyértelműen válaszolni. Igen, azt gondolom, hogy ő egy kiváló ember, alkalmas lenne ennek a pozíciónak a betöltésére, és én amennyiben ő ezt adott esetben vállalná, én szívesen támogatnám. Viszont, hogyha már annyira alkalmas jelölteket az ellenzék nem tud állítani, akkor ad más ötleteket, mégpedig arról, hogy hogyan válasszunk a jövőben köztársasági elnököt. Ugye itt felmerült az, hogy választanak közvetlenül a polgárok, legyen összdemokratikus pártválasztás, illetve az MSZP most már alkotmányt is módosítana, amit ugye annak idején még kimunkálni sem volt hajlandó, ugye a kidolgozásában sem volt hajlandó részt venni, és most azt mondják, hogy kétharmad helyett legyen 4/5. Milyen alapon? Nem tudom. Tehát amikor nekik megvolt a kétharmaduk 94-98 között, és Göncz Árpádot másodszor jelölték a köztársasági elnöki pozícióra, és esély nem volt rá, hogy ne ő legyen az elnök, akkor az akkori 28%-nyi mandátum arányt birtokló ellenzék nem azon sírdogált nekik, hogy nem lennének szívesek 4/5-re kitolni a megválasztás érvényességi küszöbét, mert akkor esetleg konszenzus kényszer állna elő, hanem Márül Ferenc személyében teljesen esélytelenül, de a politikai váltógazdaságnak megfelelően szimbolikus erővel állítottunk egy olyan jelöltet, aki meggyőződésem szerint állta a versenyt mindenféle szempontból, az összehasonlítást kiállta Göncz Árpáddal, aki a média minden idők egyik legnépszerűbb politikusává, hát hogy is mondjam, nemesített. Tehát akkor ön azt mondja, hogy lényegében ez a rendszer működőképes, és nincs is szükség változásra. Nincs. És tehát a közvetlen elnökválasztással kapcsolatban pedig nem csak arról van szó, hogy ezt 90-ben eldöntötte a nép, maga a nép döntött el egyébként, hogy ezt tartja egy helyes megoldásnak, hanem ráadásul a parlamentáris demokrácia logikájából fakadóan egy gyönge köztársasági elnök kipozíciónak megfelelő választás az a parlament általi választás. Tehát, hogy szoktunk fogalmazni belső beszélgetésekben, vitákban, nem lehet egy versengő közjogi pozíció a parlamenttel szemben a népfelséget kifejező politikai közösséggel szemben. Tehát az csak egy származtatott politikai hatalom lehet. A nép által megválasztott képviselők választják meg a köztársasági elnököt. Ez ahhoz a közjogi berendezkedéshez, ami most van, illeszkedik, és nincs is ezen értelme sokat vitatkozni. Igen, és e kapcsán érdekes, ugye most felsorolta, hogy nagyjából mi az a szerepkör, amiben mozoghat egy köztársasági elnök. Ugye itt az ellenzék részéről már korábban is az a felhang volt, az a lőzöngés, hogyha lehet így fogalmazni, hogy a köztársasági elnök az pártkatona,
és pártkatona lesz, akit most megválasztanak. Igen, hát a baloldalnak a nézőpontjából nézve mindig az a pártkatona, akit amikor ők vannak ellenzékben és kisebbségben, a velük szemben állók teljesen jogszerűen, legitim módon valamilyen megbízatásra választanak vagy kijelölnek. Az a búvó pártkatonává válik, teljesen mindegy, hogy milyen tiszteletre méltó egyéb területeken megszerzett érdemei vannak, vagy pálya van mögötte. Hát ezzel nagyon sok kezdeni való nincsen. Szili Katalin természetesen már eltávolodott a szocialistáktól, és azt gondolom, hogy ezt egy tiszteletre méltó gesztusnak kell tekintenünk az ő részéről, és nem az ő, nem őt akarom ezzel bántani, hogy felidézem a múltat, de akkor nem volt pártkatona a köztársaság elnök jelöltje az MSZP-nek, amikor éppen Szili Katalint jelölték, vagy nem volt pártkatona maga Göncz Árpád sem, aki az SZDSZ ügyvője volt, mi több a 94-es választási kampányban, egyébként megsértve a köztársaság elnökre vonatkozó jogszabályokat és íratlan erkölcsi normákat az SZDSZ-nek kampányolt. Tehát akkor ezzel semmiféle probléma nem volt. Most, hogy éppen nem ők vannak kormányon, nem ők vannak többségben, akkor mindig előjön ez a pártkatonázás. Hát Istenem. És akkor nézzünk egy másik témát, ami a köztársasági elnöki pozíción kívül még mozgatja az egész országot, ez pedig nem más, mint az IMF tárgyalások. Ugye itt korábban azt hallhattuk, hogy már januárra itt megoldás lesz, utána az volt, hogy február-március, de hát már áprilist írunk, és még nem történt semmi. Egyáltalán kín múlik az időhúzás, vagy beszélhetünk-e időhúzásról? Beszélhetünk időhúzásról. Én kívülről, ahogy értem kívülről, hogy nem kormánytagként figyelem a fejleményeket, látom azt a kötélhúzást, azt a méltatlan szíjátékot, amit velünk szemben különböző nemzetközi intézmények, fórumok és ezek képviselői játszanak. Megítélésem szerint Magyarország hónapok óta készen áll arra, hogy az IMF-fel, a bejelentés óta tulajdonképpen bármikor leülhettünk volna a tárgyalóasztalhoz, meg is tudtunk volna egyezni, és én azt remélem, hogyha egyszer végre méltóztatnak leülni velünk szemben, akkor ha tényleg meg akarnak egyezni, akkor nagyon gyorsan meg is tudunk egyezni. Akkor mondhatjuk azt, szerintem... hogy felháborító az, hogy állandóan szinte újabb és újabb feltételeket szabnak, amellett tegyük hozzá, hogy a kormány hangsúlyozta akár csak a jegybank ügyében is, hogy bizony hajlandó a módosításokra? Szerintem egy piszkos játék folyik Magyarországgal szemben, amiben méltatlan szerepet játszanak egyesek, intézmények, személyek, nem belföldön az egy dolog, arról nem is beszélünk, hanem külföldön, különböző nemzetközi intézményekben. Szerintem az a cél, hogy ez a kormány ne lehessen sikeres. Tehát miután nem sikerült térre kényszeríteni menet közben, a békemenet elég világos bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy belpolitikai botrányok keltésével, ahogy Gáti úr Amerikában megfogalmazta, polgárháborúval, mert még ezt is voltak bátrak megfogalmazni, nem lehet Magyarország jelenlegi legitim kormányát eltávolítani, akkor most szerintem a cél kitolódott 2014-re, olyan helyzetet kell előidézni, amely helyzet lehetővé teszi, esélyt nyit arra, hogy ez a kormány ne kapjon újabb négy esztendőt, hanem valamilyen más konstrukció álljon föl, amelyik sokkal inkább kiszolgálja a különböző elsősorban gazdasági és vagy politikai érdekeket a nemzetközi szintéren, mint ahogy ezt ez a kormány tette. Magyarán szóval visszatér abba a kerékvágásba, amelybe Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc, Medgyessy Péter, Kovács László, Horn Gyula nevével fémjelzett kormányzatok jártak. És mivel most már a beszélgetésünk végén vagyunk, csak egy utolsó kérdést kérnék és egy rövid választ. Ugye az ön is említette, hogy a régi mederbe akarják visszaterelni az országot. Ugye itt szó volt arról, hogy Gyurcsány Ferenc már március 15-én beszélt arról, hogy nem csak illegális, illegitim a kormány különböző szavakat használt, miközben ő ellene éppen a sugorói ügy kapcsán akár már vádat is emelhetnek az elkövetkezendő időszakban, illetve hát ugye a szocialisták részénél megtapasztalhattuk ugye a szakadást, mert mondhatjuk azt, hogy minivé zsugorodtak, de ez a mini erő a jövőben képes lehet arra, hogy még több kárt okozhasson? Hát én nem tekintem mini erőnek az MSZP-t, mert hogyha őket ezzel a jelzővel illetjük, akkor az LMP-re mondjuk mit mondjunk, vagy éppenséggel Gyurcsány Ferencnek a demokratikus koalíciójára mit mondjunk, és még őket se becsülöm le, hiszen még van két év ebből a ciklusból, tehát még ők is megszerezhetik azt a támogatottságot, hogy a következő parlamentben legyen egy kis frakciójuk. Én azt szeretném, persze ez inkább egy vágy megfogalmazása sem, mint
egy reális prognózis. Azt szeretném, hogyha egyszer a baloldali ellenzék végre elsősorban a nemzet érdekeiből tudna kiindulni, és csak másodszorban a saját érdekeinek megfelelően politizálna és használná az eszközöket. Tehát, hogyha egyszer végre elsősorban magyar emberként viselkednének, és csak másodszorban szocialistákként, vagy posztkommunistákként, erre szerintem még egy darabig várni kell. Kövér László, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, további szép estét kívánok, viszontlátásra!